Sok esetben előfordulhat az, hogy az albérlő nem tud időben fizetni a főbérlőnek, esetleg közüzemi tartozásokat halmoz fel. Hasonló problémákkal keresik fel gyakran az ügyfelek a Városházán az igazgatási osztályt. Adósságkezelési eljárásba tudjuk ezeket az ügyfeleinket bevonni, vagy egyéb lakhatási támogatással kapcsolatos, vagy lakhatási költségeiket tudjuk esetleg támogatni az adott jogszabályok alapján. Fontos itt megemlíteni azt, hogy ezek nem alanyi jogon járó ellátási formák, tehát minden esetben az adott ügyet, az adott ügyfelet meg kell vizsgálni, és jövedelmi viszonyainak függvényében tudunk segítséget nyújtani. Ilyen segítség például az elhelyezés. Az önkormányzatnak van egy lakásállománya, amelynek meghatározott százaléka szociális bérlakásként funkcionál. Ezeket az ügyfeleket, hogyha esetleg az albérből végképp kiesnek, de mondjuk olyan jövedelemmel rendelkeznek, hogy szociális alapon lakásbérlőkké tudnak válni, akkor szociális bérlakásban próbáljuk meg elhelyezni. Itt egyetlen egy problémánk van, ennek a rendszernek a kapacitása nyilván véges, tehát a várólistával mindenféleképpen számolni kell az ügyfélnek. Mosonmagyaróváron a szociális ellátásoknak körülbelül 80%-a önkormányzati hatáskörben van. Ezért javasolja azt az osztályvezető, hogy az igazgatási osztályt keressék fel hasonló problémájukkal a lakók. Járási hivatal vett át tőlünk szociális jellegű feladatokat, de a javarész még mindig itt van. Tehát a hatóság igazgatása a városnak még mindig itt zajlik nagy többségben, tehát az igazgatási osztályt javaslom mindenféleképpen felkeresni. Innen már a kollégák, szakemberek, jó szakemberek tudnak tájékoztatást nyújtani a rászorulóknak. Szerencsére a városban még nem fordult elő olyan, hogy valaki ilyen esetben az utcára kerüljön. Nagyon figyelnek arra, hogy minden lehetőséget figyelembe véve segítsenek a rászorulókon. Mindenképpen próbáljuk elkerülni, tehát a jogszabály adta lehetőség, jó adta lehetőségen belül próbáljuk az ügyfeleinket ellátni. Ez eddig azt gondolom, hogy hatékonyan működött. Tehát vagy szociális bérlakásban, vagy az egyesített szociális intézmény segítségével, vagy a családok átmeneti otthonát bevonva, a kistérségi és gyermekjóléti szolgálatot bevonva igyekszünk elérni azt, hogy az ügyfeleink lehetőleg ne kerüljenek utcára, tehát ne történjen meg esetleg egy olyan szociális krízis helyzet, amiből aztán nincsen kiút. Mosonmagyaróvár nagyon kedvező helyen fekszik, közel a határhoz. Ennek köszönhetően jelentős a térségben a migráció. Sok esetben az albérletek is foglaltak, így nehéz hozzájuk jutni. Jelentkezik az a probléma, hogy aki ide települ mondjuk egy másik városból, adott esetben a keleti ország részből, nem talál magának szállást. Na most nyilván itt ők is jelentkeznek, mint szociális lakásigénylők, vagy ott esetben, mint költségelvű lakásigénylők az önkormányzati ingatlanoknál. Igyekszünk őket, felvesszük egy várólistára, ezek a várólisták sajnos elég hosszúak. Itt meg kell várnia, még sorra kerül az illető ügyfél. Erről egyébként a Szociális Egészségügyi Bizottsága az önkormányzatnak döntést hoz, hogy mikor ki milyen feltételekkel kaphatja meg azt az ingatlant. A bajba jutottak tehát kérjenek bátran segítséget, az igazgatási osztály természetesen a lehetőségeikhez mérten készséggel áll rendelkezésükre.